Lukács Zoltánnal folytatjuk az MSZP országgyűlési képviselőivel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az ATV nézői élőben láthatták tegnap Molnár Gyula, illetve Botka László beszédét. Ön meg ott volt Miskolcon. Igen. Nem cifrázták túl az üzenetet. Most nézem az MSZP honlapját. Fizessenek a gazdagok egy Orbán Viktor és egy Mészáros Lőrinc képpel. Mik az első visszajelzések? Bejött ez a hangnemváltás, programváltás? Akit mi csak pénztáros Lőrincnek hívunk egyébként. Úgy látjuk, hogy az embereknek ez tetszik, ez az emberek elképzeléseivel elég jelentős mértékben megegyezik. Mi ugye természetesen ez egy egyszerű mondat, hogy fizessenek a gazdagok, de mi ezzel alatt azt értjük, hogy akinek több van, akinek több jutott, még ha tisztességesen is, akkor is több felelősséget kell vállalni ma Magyarországért neki, Magyarország újjáépítésében, mint annak, aki nem tud ebben felelősséget vállalni. És vannak azok a gazdagok, akik pedig itt 7 éve szétlopták ezt az országot, hát azoktól nem azt várjuk, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak, hanem azoknak azt üzenjük, hogy minden fillért vissza fogunk szerezni. Igen, pont ezt akartam kérdezni, mert olyanokat mondott Botka László, hogy a miniszterelnök tanácsadója félmilliós Gucci táskát lóbál, ugye luxusvillában, luxusjachton nyaral a felcsúti polgármester, van, aki miniszterként helikopterre jár lakodalomba, és hogy ők adják vissza a pénzünket, adják be a közösbe. Ezt így pontosan hogy képzelik, mert ezt nem látom magam ezt előtt. Ezt pontosan úgy képzeljük, hogy helyreállítjuk Magyarországon az igazságszolgáltatás rendszerét. Úgy képzeljük, hogy aki lopott, az féljen. Úgy képzeljük, hogy aki ellopta a pénzt, attól vissza kell venni. Annyit mondok, csak Polt Péter, és hogy kinevezési határidő. Én ezt értem, Polt Péter kinevezési határidője sincs kőtáblába vésve. Ha itt új világ lesz, akkor új világ lesz Polt Péternek, és ezt neki is el tudjuk üzenni. Tehát Polt Péter se ücsörögje nagyon nyugodtan, mert nagyon egyszerű jogi lehetőségek vannak arra, hogy Polt Péter a hatalomváltás után ne legyen. Akkor ezt osztom már meg velünk. Nem osztom meg, mert esetleg változtatják akkor a törvényeket. Van nekünk is jogi munkacsoportunk. Most ezt bemondásra higgyék el a nézőink, hogy ezt olyan egyszerű megváltoztatni? Nem olyan egyszerű, de van nekünk is olyan jogi munkacsoportunk, akik dolgoznak azon, hogyha kormányra kerülünk, akkor hogy ne úgy kerülünk kormányra, hogy nincsenek elképzeléseink. Nagyon komoly munka folyik. Egyébként a választmány mögötti munkacsoportokban, más munkacsoportokban, például nagyon komoly jogi munkacsoportokban van arra lehetőség, hogy ne Polt Péter legyen itt az Atya Úristen ebben az országban. Polt Péter is egy halandó ember, őt is kinevezte valaki, és őt is elmozdíthatja bárki. Ezeknek az embereknek meg azt kell tudni, hogy minden fillért meg fogunk nézni, és amit törvénytelenül vittek el, azt vissza fogják adni. Az elszámoltatásra gyakorlatilag minden ciklus második felében minden ellenzék kampányolt, és igazániból egyikőjüknek sem jött be. Főleg olyan, nem csak, hogy bírósági szinten, de úgy, hogy pénzt visszaszerezni sikerüljön, úgy meg végképp nincs nagy sikerélmény. Én azt gondolom, hogy ezt a dolgot egyfelől meg kell próbálni, másfelől meg olyan ciklus még nem volt ebben a 25 éves időszakban, hogy egy kormány és a hozzá közel álló emberek ilyen szinten lopják szét az országot, mint ahogy most elvitték. Hogy ilyen szinten rabolják ki az Európai Uniós forrásokat, hogy ilyen szinten álljon a korrupció, hogy gyakorlatilag már az egész állam a korrupció alapján működik. És erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy fizessenek a gazdagok. Mert nem csak azt mondjuk, hogy legyen több adója annak, aki többet keres, nem csak azt mondjuk, hogy a gazdagok vállaljanak nagyobb terhet, hanem közben azt is mondjuk, hogy de viszont meg fogjuk teremteni a lehetőségét annak, hogy mondjuk egy városban ne egy kiskirály mondja meg, hogy melyik három cég kaphatja meg az összes önkormányzati megrendelést, a többi cég meg döglődik és nem tudja kifizetni az embereit. Az, hogy ne három meg öt darab cég legyen Magyarországon, aki 10 milliárdokat viszel az európai forrásokból, és az összes többi cég még alvállalkozóként se tud bekerülni. Ez a másik fele, hogy egyfelől vállaljatok nagyobb felelősséget, mi pedig abban vállalunk felelősséget, hogy föloldjuk ezt az őrületet, és ti is munkához és pénzhez tudtok jutni. 1 millió forintnál azt mondta Botka László, hogy az a határa, aminél ha valaki többet keres, akkor luxusadót kell fizetni. Ez egy elég magasan meghúzott küszöb. Én is azt gondolom. Konkrétan már kőbe van vésve, vagy még nincsen, számolnak? Természetesen ez egy mondat. Azt mondtuk, mert ugye felmerül a kérdés, kik azok a gazdagok. Azt mondta erre Botka László, én szerintem helyesen, hogy akinek mondjuk már egy havi nettó 1 millió forintos jövedelme van, 25-30 millió forintos autóval jár, meg van több 100 millió
forintja a megtakarítás, arra azért már mondhatjuk azt, hogy a gazdagok közé tartozik. De természetesen, hogy az adókulcsok hogy lesznek meghúzva, meg a jövőt, az most lesz majd a pénzügyminisztérium harmadik emeletén 5 ember, aki ki fog számolni 8 féle variációt, és a politika meg el fogja dönteni. De ezt ugye azért még a választási program megírása előtt kiszámolják. Persze, de természetesen én azt gondolom, hogy jelen pillanatban még nem a szakpolitikákról van szó. Jelen pillanatban azt próbáljuk elmondani, hogy mi lesz a filozófiája annak a gazdaság és adópolitikának és társadalompolitikának, amiben hiszünk. Szinte látom magam előtt, hogy akkor a Fidesz kommunikátorai gondolkodnak, hogy ja, hát ez egy könnyű feladvány, akkor azt fogjuk mondani, hogy hát az MSZP adóztatni akarja a társadalmat. Igen. Minket nagyjából pont nem érdekelnek a Fidesznek a kommunikátorai. Na jó, de átjöhet ez az üzenet. El fogunk indulni most az országba, óriási a várakozás. Nagyon nagy az elfogadottsága a Botka Lászlónak, nagyon nagy a várakozás, nem tud megfelelni, annyi meghívást kap. Most el fog indulni az országba, és szépen el fogjuk mindenhol mondani az embereknek, hogy miről beszélünk. És itt is elmondom, hogy ezt úgy kell elképzelni Magyarországot, mint mondjuk egy házat. Aminek a gondnoka, aki most a kormány, azt csinálta, hogy a tetejét már negyedszer újítatja föl, és 25-ször rak rá rassan aranycserepeket, az alja meg a közepe szétrohad. És azt is meg kell érteni azoknak, akik a ház felső szintjein laknak, hogyha ledől az alja a háznak, akkor ők is leesnek. Ezért kell nekik nagyobb lehetőséget vállalni. Országot járnak, és ott van az egyik lakossági fórumokon mondjuk egy közmunkás, aki nettó 57 ezer forintot keres, egy zsákfaluból utazott el a lakossági fórumra, még ha találna is piaci munkát, nem tudja kifizetni a bejárás költségét, mert ugye a munkavállaló ezt nem támogatja, mit mond neki? Erről beszélünk. Egyfelől azt tudjuk neki mondani, hogy föl fogjuk szabadítani azokat a forrásokat, amely sokkal több céget fog olyan helyzetbe hozni, hogy munkavállalókat vegyen föl, és nem kell közmunkásnak lenni mindenhol. Másfelől pedig azt mondjuk, hogy a középső és az most alsó... Most is munkaerőhiány van, neki még sincs munkája, mert lehet, hogy szakképzetlen, nincs olyan tudása, miért fizetne neki. Az egy külön beszélgetés lenne a jó munkaerőhiány, hogy néz ki területileg, meg szakmánként, és mert bizony szakmákban munkaerő hiány van, más szakmákban meg nincsen munkaerőhiány, hanem többlet van. Természetesen a minél kisebb végzettségűeknél van, de területileg is le kell ezt fedni. De mondom, másfelől pedig azt mondjuk, hogy például mi visszahoznánk azt, hogy amit el is mondtunk, hogy ha minimálbér van, akkor az mindenkinek minimálbér. Hogyha valakinek... Hát nem nettó 57 ezeret keresnek. Nem nettó, egyrészt nem, és nálunk nem is annyit kerestek egyébként a közmunkások sem. De a közmunkásoknak sem az az elsődleges baja, hogy 57 ezer forintot keresnek, hanem az az elsődleges baja, hogyha elmegyünk Heves megyébe, Borsod megyébe, Szabolcs megyébe, hogy azt is a kiskirályok döntik el, hogy ki kap egyáltalán közmunkát. Lojalitás kérdése, hogy ki kap közmunkát. Azt mondják, hogy te rám szavazol fideszes polgármestere, mert tudjuk, hogy te nem rám szavaztál, akkor a te családod éhen döglik, mert nem adok nektek közmunkát. Mit mond azoknak, akik fennakadtak azon a mondaton Botka Lászlótól, hogy az én ellenségem nem a Fidesz és nem is Orbán Viktor, nem a szegénység, na de hát... Azt mondja a miniszterelnök jelöltje a baloldalnak, az MSZP-nek, hogy nem Orbán Viktor az ellenség. Igen, ha a teljes szövegből ezt az egy mondatot kiragadjuk, akkor ez lehet. Igen, ezt kiszokták, de azért azt is hozzátette, hogy ahhoz viszont az én ellenségem a szegénység meg Orbán Viktor miatt van. Tehát nem ellenség kérdése ez, hanem az, hogy ezeket el kell távolítani a hatalomból. És azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk. Ez egy szociáldemokrata fordulat, egyébként egész Európában, ha Martin Schulzot és másokat megnézzük, ez egész Európában van most egy ilyen baloldali szociáldemokrata fordulat, ideje, hogy itt is legyen. A másik mondat, ami hát kevesebbetnek tűnt föl, de én mindenképpen szeretnék rákérdezni, hogy úgy folytatódik ez a gondolat, kör, hogy az én ellenségem a félelem és a kétségbeesés, amivel csordultig van, de nem Magyarországot mondta, hanem a Kárpát-medencét. Így van. Ez valamiféle üzenet azoknak, például a Momentumnak, amely úgy fogalmazott, hogy hiányzik az egészséges nemzettudat a magyarországi baloldalból? Hát abból én nem mennék bele ebbe az egészséges nemzettudatba, mert az egész egy dőreség az a mondat úgy, ahogy van, és most ezt hagyom is. Arról van szó, hogy amit Magyarországon csinál a Fidesz, az ugyanúgy megcsinálja már a határokon kívül is. Ugyanúgy belenyúl az ottani magyar politikának a viszonyaiba, ugyanúgy pénzzel próbálja felemelni és lesüllyeszteni azokat a határon túli magyarokat, aki nekik tetszik vagy nem tetszik. Pontosan láttuk, hogyan akartak belenyúlni az ottani választásokba. Ehhez képest az MSZP azt mondja,
ami itt van, hogy igazságot kell tenni, mi a határon túli magyarok támogatásai ügyében is ugyanúgy igazságot szeretnénk tenni. Tehát az a helyzet, hogyha Magyarországon igazságosan, pártatlanul, normálisan osztjuk el a forrásokat, nem párt alapon, meg lojalitás alapon, hanem teljesítmény és szükség alapján, akkor ugyanez vonatkozik a határon túli magyarokra. Nem azt mondjuk, hogy nem lehet a határon túli magyarokat támogatni, de nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy most határon túli magyar támogatás az pontosan több mint 1 milliárd forintnak egy határon túli foci akadémiát kell támogatni, pláne miközben ugyanúgy rettenetes szegénység és kétségbeesés van sokszor határon túli magyarok esetében is, de ott is ugyanezt játsszák, mint itthon, hogy nem baj, mi foci akadémiát támogatunk, és kipipáljuk, hogy mi támogattuk határon túli magyarokat. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.